Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Ámen. Nagy vagy Te, csodákat teszel, Te vagy Isten egyedül. Figyelj rám és hallgass meg, Uram, mert nyomorult és szegény vagyok. Tartsd meg életemet, mert híved vagyok én. Istenem, szabadíts meg szolgádat, aki benned bízik. Légy kegyelmes, Uram, mert hozzád kiáltok minden nap. Taníts engem utaidra, Uram, hogy igazságod szerint járjak, és teljes szívvel féljem nevedet. Magasztallak, Uram, Istenem, teljes szívből, és tisztelem nevedet örökké, hiszen annyira szeretsz engem, hogy a sír mélyéről is kimentesz. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, amiképpen volt kezdetben, úgy most, és mindenkor, és mind örökkön örökké. Ámen. Nagy vagy Te, csodákat teszel, Te vagy Isten egyedül. Imádkozzunk. Élő Isten, jöjj, tedd lelkünket lelked templomává. Kereszteld meg tűzzel egész egyházadat, hogy megszűnjön benne minden széthúzás, s úgy jelenjék meg a világ előtt, mint igazságod oszlopa és alapja. Add mindnyájunknak szent lelked gyümölcseként a testvéri szeretetet, az örömöt, a békét, a türelmet, a jó akaratot, a hűséget. Szent lelked szóljon szolgáid ajkával, amikor igédet hirdetik, itt és mindenütt. Küld el vigasztaló szent lelkedet minden bajba jutott embernek, és a rossz akarat áldozatainak. Őrizd meg a gyűlölettől, a háborútól a népeket és a vezetőiket. Teremts lelked erejével egyetértést. Szentlélek, élet ura és forrása, bölcsesség és értelem lelke, tanács és erő lelke, tudás és kegyelem lelke, az Úr félelmének lelke. Ámen. Hívjuk segítséggel a Szentlélek erejét, énekeljük most el orgona kíséret nélkül a Jövel Szentlélek Úristen kezdetű ének első versét. Jövel Szentlélek Úristen, tölts be szíveinket bőven, kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Bekötött szemmel kelünk át a jelenen, állítja Milán Kundera, jól ismert cseh író, és teljesen igazat adok neki, amikor most próbálom fölidézni, hogy 25 évvel ezelőtt a gimnáziumunk újraindításának tanítvító istentiszteletén ott állhattam az oltártérben a liturgia részeseként, mint nagytartsai gyülekezeti lelkész, aki megbízást kapott, hogy hitoktatóként itt is szolgálatot végezzek. Fogalmam se volt, hogy igazán hol vagyok, hogy mi történik. Pedig nem voltam már mai gyerek. Sokat hallottam édesapámtól, aki ide járt a Fasori gimnáziumba, az iskola régi dicsőségéről,
mégse voltam tudatában annak, hogy mi történik. És én azt gondolom, hogy ti, akik most itt ültök, diákok, akik akkor még legfeljebb álomként, tervként szerepeltetek a szüleitek gondolatában, ti se tudjátok igazán, hogy miről szól ez a 25 éves évforduló. És ebben a helyzetben, amikor nem kell szégyelni, hogy igen, lehet, hogy egy sötét kendő van bizonyos szempontból rajtunk, és nem látunk tisztán, ilyenkor jó, ha megszólal Isten igéje, amely szemet nyit, leoldja a kendőt, távlatokat nyit, megtanít arra, hogy ne csak nézzünk, hanem lássunk is. Így kérem, hogy most fogadjátok nyitott szívvel a Bibliavas útmutatónak a mai napra kijelölt ószövetségi proféciáját, egy picit horrorisztikus látomás, talán 16-os karikát is kaphatna, bár annyira nem veszélyes. Minden esetre a 37. fejezet első 6 versét helyetekről fölkelve hallgassátok meg. Így ír Ezékiel, az Úr megragadott engem, elvitt engem az Úr lélek által, és letett egy völgyben. Tele volt az csontokkal. Végig vezetett köztük körös körül, és láttam, hogy nagyon sok csont volt a völgyben, és már nagyon szárazak voltak. Megkérdezte tőlem, emberfia, életre kelnek még ezek a csontok? Én így feleltem, ó Uram, Uram, te tudod. Akkor ezt mondta nekem, profétálj a csontokról, mondd nekik, ti száraz csontok, halljátok az Úr igéjét, így szól az én Uram, az Úr ezekhez a csontokhoz, én lelket adok belétek, és életre fogtok kelni, inakat adok rátok, húst rakok rátok, és beborítalak benneteket bőrrel, aztán lelket adok belétek, hogy életre keljetek, akkor megtudjátok, hogy én vagyok az Úr. Eddig a mai útmutató. Igen, foglaljatok helyet. Ha szabad egy kis időutazásra írni most mindenkit, 1989, nyár vége, ősz eleje, milyen a Magyarországi Evangélikus Egyház? Milyen az Evangélikus Egyház iskola hálózata? Csontmező. Száraz csontok. Évtizedek óta porladó intézmények emlékét őrizzük, így őriztük az emlékét annak is, hogy igen, itt egy nagyszerű gimnázium működött valamikor. És ebben a helyzetben azt gondolom, hogy ahogy Ezékielt, úgy akkori egyházi és világi vezetőket is valamilyen módon Isten kezdett ébrezgetni. Nézzetek csak körül, mit láttok? Ezek tényleg csak csontok? Ez tényleg csak múlt idő? Itt nincs más perspektíva, mint porladás és emlékezés? Vagy létezik olyan csoda, hogy újra lehet éleszteni egy iskolát, föl lehet támasztani egy iskola hálózatot, el lehet indítani valamit, amit már sokan egyszer s mindenkora eltemettek és leírtak. Milyen jó, hogy a Biblia egy őszinte könyv, mert Ezékiel nem azt mondta, hogy hát persze, hogy lehet, hát miért ne? Hanem van valami izgalmas feszültség abban, ahogy a próféta válaszol Isten kérdésére, életre kelnek még ezek a csontok? És Ezékiel így felel, ó Uram, Uram, te tudod. És ebben benne van az az emberi alázat, hogy mi nem tudjuk, én nem tudom, de te tudod, sőt, te meg tudod tenni. És hálásak lehetünk Istennek, hogy 89-ben is voltak ilyen Ezékielek, akik megérezték valamiképpen a változások szelét, és most a változások szele alatt én nem egyszerűen politikai széljárást érzek, hanem hiszem és vallom, hogy maga a Szentlélek Úristen, aki életre tud hívni gyülekezeteket, iskolákat, emberi közösségeket. Igen, voltak
akik megérezték, hogy igen, itt most lehet mozdulni, lehet mozdítani, lehet újra kezdeni, lehet újat kezdeni. Nem az idők szavát értették csak egyszerűen, hanem hiszem, hogy valamiképpen minden mögött a történelem ura volt az, aki újra megmozdította az öreg csontokat, és ugyan most nem sértődnek meg a örök diákok, azt mondom, igen, itt sok drága idős testvér is volt, aki úgy érezte 89-ben, hogy én most annyi idős vagyok, mint amikor a gimnáziumot bezárták, most újra kezdjük régi lendülettel, reménységgel, és elindult, igen. Elindult újra a fasori evangélikus gimnázium, most ne méricskéljük, hogy a régi dicsőséghez képest, azóta hány Nobel-díjas adtunk a világnak, majd az kiderül később. Én azt gondolom, hogy nem így kell méricskélni egy iskolának az életét, hanem azért kell hálát adnunk ezekben a percekben, hogy igen, elindult. Hogy voltak nagyszerű emberek, most bocsánat, csak kettőt említek, Boks Ádámot, vagy Gyapai Gábor, de folytathatnám a sort. Voltak, akik hittek abban, hogy a csontok megmozdulnak, hogy újra összeáll a fasori gimnázium, és olyan nagyszerű fiatalok jönnek ide, mint akik most itt ülnek a padokban. Igen, van tovább. Hittek ebben nem csak örök diákok, egykor itt tanult diákok és itt tanító pedagógusok, hittek benne egyházi vezetők, hittek benne olyan oktatáspolitikusok, mint Glasz Ferenc is, aki itt van most velünk újra, akivel együtt nyitottuk meg azt az első tanévet. Igen, nagyszerű, hogy voltak, akik tudtak válaszolni az isteni kérdésre. Létezik, hogy életre kelnek ezek a csontok? És mi is csak ennyit mondtunk ott, akik éreztük, és én nem tartoztam közéjük. Hangsúlyozom, én bekötött szemmel álltam ott az oltárnál, nem fogtam föl, hogy milyen csodának vagyok részese. Most borzongok bele, hogy mi is történt itt 89-ben, a hivatalos rendszerváltás előtt. Ebben az iskolában már megindult, ha úgy tetszik, egy új pünkösd. A csontok életre keltek. És azóta is folyik ez az életre kelés, hiszen egy iskola önmagában még kevés. Pénteken a 43. evangélikus oktatási intézmény pontott vitorlát az evangélikus pedagógiai szolgáltató és továbbképző intézet, amely az összes többi intézményt próbálja segíteni abban, hogy minél jobban töltse be a küldetését. És azt mondom, hogy innen sietnem kell tovább, mert ma délután Szarvason, az új templom mellett közel 1 milliárd forintért felújított csodálatos új épületbe költözhet a Vajda gimnázium. Ha azt mondom, hogy ezen az előző hétvégén iskola lelkészek sora lépett szolgálatba, Rákoskeresztúlon, Soltvadkerten, Kiskörösön, Orosházán, Sopronban, akkor ugye érezzük, igen, most is dolgozik Isten szent lelke, és azért emelem ki az iskola lelkészeket, mert az ő fő küldetésük éppen az, hogy lelke is legyen az intézményeknek, nem csak az ő feladatuk. Minden pedagógusé, minden szülői, minden diáké lehet az a kiváltság, hogy segít minél több lelket hozni, minél több lelket kérni, hogy ne csak egy száraz intézmény legyünk, ne csak egy struktúra, egy szerkezet, egy csontváz, hanem Isten szent lelke átjárja a mi oktatási intézményeinket, és a benne tanulókat, és a benne tanítókat, dolgozókat. Minden tanévnyitó, nem kell mondanom, egy kicsi pünkös, nem véletlenül énekeltük együtt, jővel Szentlélek Úristen. Nem véletlenül van rajtam a Szentlélek színét idéző piros tóla. Hisszük, hogy pünkös van, nem volt és nem lesz. Isten szent lelke most is itt fúj közöttünk, ébreszt minket, hiszünk a Szentlélek meglepetéseiben 2014 őszén is. Hiszünk abban, hogy régi csontokat és fiatal csontokat is meg tud mozdítani,
lelkesíteni tud. Megtölt minket erővel, szeretettel, józansággal, bölcsességgel. Igen, ezzel a reménységgel kérem, oldjuk le a kendőt a szemünkről. Ne járjunk a jelenbe bekötött szemmel. Nyíljon ki a szemünk. Lássuk meg Isten csodálatos dolgait, és kérjük az ő szent lelkét, hogy ő ajándékozzon meg minket egy boldog, tartalmas, ő rá és egymásra figyelő új tanévvel. Amen. Istennek békessége, amely minden értelmet meghalad, őrizze meg a mi szívünket és gondolatainkat, induló tanévünket az Úr Jézus Krisztusban. Amen.